Nem pihen az úthenger. Szerdán kezdték el ennek a közel egy kilométeres szakasznak a felújítását Nyírtelek Dózsa-Szőlősi város részében. Kamionokkal hordják a munkákhoz szükséges anyagot, a levegő csak úgy hullámzik a forró aszfalt felett. A fejlesztés a belügyminisztérium pályázatán tavaly elnyert 20 milliós támogatásból, és az ehhez adott önrészből összesen mintegy 27 millió forintból valósul meg. Nálunk mindig az a koncepció, hogy az évbe beadjuk, és aztán amikor döntés születik a következő évben, kiválasztva a legmelegebb nyári napokat, akkor szoktuk ezeket az aszfaltozási munkálatokat elvégezni. Hogy ez miért is fontos? Azért, mert ez a három út vezeti be a Dózsa-Szőlősi lakosságot a Tokaji útra, tulajdonképpen ez 2500-3000 embert érint, és ez most... Ha a szűk keresztmetszetét nézzük, akkor két év alatt ezt az egészet fel fogjuk tudni újítani, és zökkenőmentesen, jó úton, biztonságosan fognak tudni eljutni a Tokaji útig. A település minden évben pályázik a forrásra, amelyet az útfelújítás mellett önkormányzati intézmények fejlesztésére és sportlétesítmények építésére is lehet fordítani. Korábban ebből tudták az orvosi rendelőt belülről felújítani, és több út is ennek köszönhetően újult meg. A lakosok csak gyalog az útburkolat mellett közlekedhetnek a mostani munkálatok helyszínén. Az érintett szakaszt ugyanis teljesen lezárták. Ennek az útnak a végén található a honvédségnek a területe, illetve az arzenál. Belük természetesen leegyeztettük, hogy ezen a napon se beszállítás, se olyan nagyobb terhelés nem fog történni, ami tönkre tehetné a megújuló utat. Ebből ők nagyon-nagyon kedvesek, nagyon rendesek és partnerek voltak természetesen. És hát ez a kellemetlenség az, hogy most ezt össze kell hangolni, szakaszolva csináljuk ezt az utat, hogy nyilván haladni is tudjanak az emberek, de én azt gondolom, hogy a nyírteleki lakosok, de minden megyebeli lakos nagyon boldog lenne, ha ilyen kis kellemetlenséget kellene elviselnie egy-két vagy három napon keresztül. Egymást érik az úthibák, ráfér már a felújítás a Puskin utca erre a Mart aszfalttal borított szakaszára is. Ez lesz a következő hely a fejlesztések sorában, amelyre már az idei kiíráson nyert el a település 20 millió forintot. Az utcában sokan laknak, akik régóta várják már a beruházást. Kátyus is, az az igaz, végig tetszik nézni, ott vannak nagyon sok hiba. És ugye, ha jön az autós, belehajt, sok probléma volt, igen, nagyon sok, úgyhogy... Hát nagyon örülünk neki. A belügyminisztérium kiírásának nyerteseit a napokban hirdették ki. A pályázók 95%-a, összesen 1434 település nyert el támogatást fejlesztésekre, mintegy 26 milliárd forint értékben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyírtelek mellett másik 100 település járt jól, amelyekhez összesen közel 2 milliárd forint érkezik. Ebből több mint másfél milliárdot útfejlesztésre fordítanak.